Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Mint láthatjátok, két fekete dobozka csücsül előttem, az alsóban tudom, hogy mi van, a felsőben viszont nem, úgyhogy nézzük meg, mivel lepett meg a Let's Do It Yourself. Szerintem kezdem is a kisebb dobozzal, mert a nagyobban sejtem, hogy mi van, legalábbis megírták, hogy mit küldenek, gondolom nem kettő dobozban érkezik. Mindkettő doboznak a tetején megtaláljuk egyébként a Let's Do It Yourself-nek a logóját magával a nevükkel, valamint a hátulján a cégnek az adatait. Egyébként körben fekete, valamint egy itt nyílik felirat van még a legelején. Hát ebbe összvész egy picike kis zacskó van, ebbe is építőkészlet darabok vannak, brikkek, és van itt egy vonalkódunk, instruction felirattal, tehát ebben én nem kaptam rendes összerakási útmutatót. Tudom már, hogy mi lesz. Említették, hogy elküldik építőkészletként a Let's Do It Yourself-nek a logóját, még lehet, hogy a felirat is hozzá tartozik, és igen, ugyanis itt vannak a színek sárga, fehér, fekete, piros, összerakhatom belőle, és akár a videóban feltüntethetem. Ez egy jó pofa kis ajándék, úgyhogy köszönöm nekik, majd beszkennelem, és akkor az útmutató alapján összerakom gyorsan. Na de a videó fő attrakciója az ebben a dobozban rejtőzik, ez egy jóval súlyosabb doboz, a külsője ugyanolyan, elején Let's Do It Yourself, hátulján cégadatok, itt nyílik felirat, ez viszont le van ragasztva, és nyissuk is ki. Hú, hát ez tele van tömve. Láthatjátok. És azt is láthatjátok, hogy ennek a nagy része technik elem. Na már most, ha én most beletúrok, kipakolom inkább, ugyanis itt is úgy látom, legalábbis az a sejtésem, hogy nem lesz összeszerelési útmutató, legalábbis könyv alapú, hanem csak digitális formátumú. És ahogy sejtettem, iszonyat sok zacskó, rengeteg kis zacskó, nem számozott zacskók, hanem a különféle elemek vannak kategorizálva. Az adott zacskókban csak adott típusú elemeket találunk. Éppenséggel ez is megkönnyítheti az összerakást, még ha nincsenek is számozva. Valamint itt nagyobb zacskóban vannak a nagyobb elemek. Itt is. És kapunk egy kisebb motort, valamint itt van egy irányító egység is, hogyha jól látom. Bizony. Ugyanis most már lelőm a poént, ez egy motor, na már most nem a kétkerekű utcára szánt motor, hanem ami az autókat hajtja. Ez egy RB30-as 3 literes motor, hogyha jól tudom, ez a Nissan autókra volt jellemző, de kommentben írjátok már meg, hogyha esetleg hülyeséget mondtam. Ezt a készletet, ezt Ronald Thieves tervezte, ugyanúgy, mint a Holden V8-as motort, amit már korábban összeraktam. Ha jól tudom, olyan 1900-2000 darab körül épül fel, funkcionált, tehát a motornak hála mozognak a különféle részei. Úgyhogy én bele is vetem magamat az összerakásba. Köszi Let's Do It Yourself még egyszer, hogy megdobtatok vele. Ebben a videóban még láthatjátok, remélhetőleg végig az összerakásnak a fázisait bemutatva, és a következő videóban pedig megnézzük majd működés közben a motort. Ne menjetek sehová! Az építés durván 20-25%-ánál járhatok, 60. lépésnél, ha jól emlékszem, 270 lépés körül van a teljes. Elkészült a forgattyús tengely, más néven ugye a fő tengely, és rá kellett pakolnom ide a többi elemre, mert annyira szét vagyok pakolva az asztalon. Ugye ez a rész felel a motorokban azért, hogy a dugattyúknak, tehát ezeknek a elemeknek, az lineáris alternáló mozgását forgó mozgássá alakítja. Ez az egyik legmegterheltebb része a motoroknak egyébként. Hát most még a dugattyúk azok össze-vissza lógnak, majd ugye bele lesz építve a motornak a fenti részébe. De láthatjátok, hogyha ezt a tengelyt mozgatom, akkor szépen mozgatja a dugattyúkat is egyébként, csak most még csuklanak jobbra-balra. Egyébként egy elég frusztráló építés eddig sajnos, de majd ezt részletesen kifejtem később. Durván a 120. lépésre elkészült a vezérmű tengely, ahol többek között a szelepek is dolgoznak. Hú, hát elég komplikált volt összerakni, láthatjátok, hogy rugós mechanizmusok is vannak benne, és hogyha ezt a részét forgatom, akkor szépen a szelepek nyitnak
zárnak. Itt vannak még ilyen lelógó részek, ezek még nincsenek rögzítve, valószínűleg később lesznek. Hát továbbra sem egy leányálom építés, többször is majdnem agyérgörcsöt kaptam, de eljutottam idáig. Durván most járok ténylegesen az összerakás felénél, 140. lépés, 280 lépés körül áll. Láthatjátok, hogy megépült az állvány, forgattyús tengely szépen ráhelyezkedik, fölötte a dugattyúk a helyükön, és felülre pedig ide van a vezérlő tengely már helyezve a szelepekkel. Egyébként tökéletesen működik is, hát láthatjátok, hogyha forgatom, akadásmentesen, surlódásmentesen mindkettő irányba teszi a dolgát. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy maga az útmutató viszont olyan, amilyen, mert a modell pöpec, a mechanika pöpec, az elemek minősége szinte tökéletes, de amit itt útmutató gyanánt ide raknak, az tényleg egy agyérgörcserél fel, csak ezt tudom mondani. Ugyanis elnagyolt. Annyi teendőt próbál meg egy lépésbe zsúfolni, valamint már mutatja, hogy bizonyos dolgok felkerültek, amikor még föl se raktad, és ezt neked kell kiksilabizálnod, hogy mikor. Továbbá egy szemszögből mutatja mindig csak be, hogy hova kell építeni, másik oldalról nem látom, pedig oda is kell helyezni eleveket. Tehát ez is kissé katasztrofális azért. Például van ez a rész. Láthatjátok, hogy itt hát eléggé komplex. Itt van egy hosszú rútszerkezet, ami itt átmegy keresztbe, valamint van egy rész, körülbelül ennyi, amit külön meg kellett csinálni. Ezt itt közben láthatjátok is, mert bevágom, és a következő képen már azt látom, hogy az egész már felkerült a helyére, és sluszpoénként még legalább odarak 7-8 külön alkatrészt, amit szintén felhelyezett valahova, például ugye hátra ezeket a páros lyukas elemeket, amik az útmutatón nem is látszódnak szinte, hogy ott vannak, tehát mindenképpen jó lenne, hogyha a hátsó szögből is látnánk valamit. Én azt terveztem tényleg, hogy egy videóban mutatom be az egész összerakást, de sajnos annyira lassan haladok, hogy ez a dolog közbeszólt, úgyhogy most ezt a videót itt ennél a fázisnál lezárom. Jelenleg is működőképes már, de azért még jönnek rá burkolati elemek, meg egyebek. És a következő videóban remélhetőleg a kész modellel együtt be tudom mutatni, de ez nagyon attól függ, hogy a következő 50%-ban mennyire fogok haladni, botlok-e bele valami szintén fejtörést jelentő megoldásba. Egyébként tényleg bosszantó, hogy nem alkalmaz olyan extra nehéz mechanikákat, még itt felül se, tehát lehetne haladni, hogyha jól látszódna az útmutatón, hogy mit, hogyan kell csinálni, de volt olyan lépés, amit fél órán keresztül néztem, próbáltam eldönteni, rájönni, hogy most mit, hova is rakjak. A videó leírásában azért természetesen megtaláljátok az elérhetőséget a készlethez, van 20% kedvezmény is hozzá, beszerezhetitek, főleg bátrabbak, csak kitartást tudok kívánni hozzá, de ha kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek akár kommentben és akár levélben, és próbálok segíteni, vagy ha valamelyik lépés nem tiszta, elkülditek a képet levélben, és akkor együtt kiötöljük, hogy hogy is van. Ha várjátok a következő videót, akkor iratkozzatok fel a csatornára, egy lájkot dobjatok a videóra. Én a Let's Do It Yourself-nek azért tényleg köszönöm szépen ezt a készletet, mert maga a készlet, a motor felépítése az rendkívül tetszik és jó, csak maga az építési folyamatnak a bemutatása, leírása ne lenne annyira frusztráló. Én mára el is köszönök. Hamarosan pedig érkezem, remélhetőleg az összerakás maradék fázisával és a kész motormodell bemutatásával. További szép napot mindenkinek, sziasztok!